A canberrai francia nagykövet már úton van Párizs felé. Jean-Pierre Thibault hatalmas hibának nevezte, hogy Ausztrália váratlanul felmondta a Franciaországgal kötött tengeralattjárók vásárlásáról szóló 56 milliárd eurós szerződést. És helyette az Egyesült Államoktól szerez be atomtengeralattjárókat. Szeretném, ha lenne egy időgépem, hogy visszaforgathassam a kerekét, mondta. Azért, hogy ne kerüljünk ilyen hihetetlen, ügyetlen, tarthatatlan, Ausztrálhoz sem méltó és jellemző helyzetbe, nyilatkozta a visszarendelt francia nagykövet. Macron elnök szövetségesei részéről hátba támadásnak tartja a megállapodás felmondását, dühében a washingtoni francia nagykövetet is hazarendeltette külügyminiszterével pénteken. A Pentagon szóvivője azt állítja, a francia fél nem a hírekből értesült a háromoldalú partnerségi megállapodásról. Adminisztrációnk magasrangú tisztviselői kapcsolatba léptek francia kollégáikkal, hogy megvitassák ezt a megállapodást, még annak bejelentése előtt, fogalmazott John Kirby. Scott Morrison, ausztrál miniszterelnök kijelentette, júniusi találkozójuk alkalmával elmondta Macron elnöknek, kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a hagyományos tengeralattjárók elegendők-e Ausztrália stratégiai biztonsági igényeinek.